a 33. táncház találkozónak lassacskán a vége felé járunk, mert ez a második nap délutánja. Hogy érzi az idei táncház találkozó, hogy alakul? A várakozásnak megfelelően, vagy még annál is jobban, vagy van-e, amiben esetleg elmarad attól, ami az elképzelés volt? Hát igazából minden a terveink szerint alakult, és a reményeink szerint alakult, semmi különös. Általában a szombati nap mindig erősebb, ez most is így van. Vasárnap nyilván már a hétfői munka, iskola, egyebek miatt, utazás miatt, mivel nagyon sok a vidéki vendég általában a táncház találkozón, a vasárnap mindig gyengébb egy picit, de azért itt is részben a küzdőtéren, részben a kamaratermekben is, a fókocsmában vagy a vásár területén nagy az érdeklődés és sokan vannak. Összességében tehát nagyon örülünk és büszkék vagyunk rá, hogy ez így sikerült. Méltán, mert úgy érzem, hogy azért ez hatalmas munka egy ilyet. Holnap már kezdik szervezni a jövő évit, gondolom, nem? Ez körülbelül ilyen nagy munka. Igen, de igazából ez nem, alapvetően nem a szervező munkám múlik, nem, hanem egy olyan közösségi erő, egy olyan társadalmi erő van a háttérben, amit nem csak a Táncház Egyesület mögött, hanem az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Muharai Elemér Szövetség, Martin György Néptánc Szövetség jelent, hogy igazából ennek az összerendezése, tehát nem a szervező munka a döntő, nyilván van ennek egy logisztikája, sokkal inkább az az energia, ami a szürke hétköznapokban, a táncegyüttesekben, a táncházakban, a művészeti iskolákban zajlik, annak egyfajta seregszemléje és kicsúcsosodása a táncház találkozó. Tehát enélkül, a háttér nélkül lehetne itt bárki, akár mekkora szervező zseni, nem igen volna mit megszervezni. Hát kérdezem meg, hogy megy ez? Hogy önök hívják meg a fellépőket, vagy pedig ők jelentkeznek, hogy szeretnének részt venni a rendezvényen? Mind a két féle forma előfordul. Mint említettem, a társszervezeteinket, ők a maguk műsor részét vagy program részét saját maguk szerkesztik, szervezik, sőt, igazából a szűken vett kiadásaikat is ők fedezik, tehát idézőjelbe véve azokhoz a műsor részekhez mi csak az infrastruktúrát biztosítjuk. Vannak olyan programrészek, mondjuk a kamaratermi népzenei koncertek, vagy a zeneiskolások bemutatója, ahol kifejezetten jelentkezés és alapon történik. A gála műsorok nyilván nem, bár ott is vannak ötletek, amit hát megvitatunk először szűkebb, aztán tágabb körben, tehát nagyjából így jön össze. Van egyfajta nyitottság, általában van valamilyen fókusz, amit elhatározunk, hogy fémjelezze a táncház találkozó. Nyilván évforduló vagy bármi más meghatározza, hogy mi az, amit éppen akkor előnyben akarnak részesíteni. Hát akár vagy egy kitüntetés, mint akár a Vujicsics együttes vagy Timár Sándor esetében, ott a Vujicsicsnál évforduló is volt, vagy például ma este a gála műsort a 25 éves magyar dudazenekar kezdi, és így tovább. Idén egyébként a fő témánk a hagyományőrzők, az adatközlők minél több helyen való szerepeltetése ezt jelentette, és úgy gondolom, hogy ez sikerült is, de mind a mellett a hazai nemzetiségek is szép számmal nagyon gazdag kultúrájukat be tudták itt mutatni. Hát igen, mert azért itt hatalmas anyagi vonzat is van, ugye utaztatni a különböző csoportokat, tehát itt, és ezt mindenki maga oldja meg, tehát ez ilyen teljesen önszerveződő módon történik. Ez is nagyon változatos, tehát az esélyek kiegyenlítése érdekében azokban a programrészekben, ahol
ugyan gázsit, tiszteletdíjat nem fizetünk, de úti költség hozzájárulást azért igen, legyen az egy zeneiskola vagy egy gyerekcsoport. Tehát nagyon változatos, aztán nyilván akik hivatásos előadó művészek és már komoly nevet szereztek maguknak, vagy a nagy közönségnek a kiszolgálása a dolguk, mint például egy ilyen küzdőtéri tánctanítás, itt természetesen a muzsikusok, illetve az a táncos pár, akik dolgoznak, azok természetesen tiszteletdíjat kapnak. De gyakran előfordul, hogy hozzájuk csatlakozik egy amatőr táncegyüttes, akkor ők részt vehetnek a táncház találkozó két napján, itt lehetnek, és akkor ilyenkor beöltözve és nagy büszkén azt a tájegységet segítenek bemutatni, amiről éppen a tánc. Most éppen szárcsálási cigánytáncok zajlanak a háttérben. Ön személy szerint hogy érzi magát ezen a rendezvényen? Nem csak ezen, hanem a mindenkori táncház találkozón, hiszen évek óta az egyik legfőbb mozgatója az itteni történésnek. Hát ez is változó természetesen, nyilván attól függ, hogy mekkora a látogatottság, hogy sikerülnek a programok, hogy milyen a, hogy sikerül a tájékoztatás, hogy van-e csúszás a programokban. Az idei ebből a szempontból kiemelkedően jó, mert nagyjából sikerült az időket tartani. Úgyhogy én nagyon elégedett vagyok és nagyon büszke vagyok kollégáimra elsősorban, meg erre a közegre, itt legyen szó folkocsmáról, éjszakai bárról, gyakorlatilag egy hangos szó el nem hangzik, itt kulturáltan tudnak ténylegesen mulatni és jól érezni magukat az emberek. És például nem szemetelnek az emberek, amit a nagy-nagy-nagy örömömre, nem csak azért, mert a hely mondjuk nem is tenné lehetővé, de nem, egyszerűen nem olyanok az emberek, nem szórogatják el a kis papírjaikat, meg poharaikat, meg ehhez hasonlók, ami szintén annak a jele, hogy megtisztelik az alkalmat. Még azt, és történt például a mostani táncházzal kapcsolatban olyan személyes, nagyon jó élmény, ami váratlanul érte? Hát igazából olyan nagy meglepetés nem ért, nem. Nem bukkant föl egy régi-régi jó barát, vagy nem került elő egy olyan adatközlő, aki még önnek is tudott valami újdonságot? Hát ilyen talán nem. Olyan előfordult, hogy hajdani általános iskolai növendékem megjelent a 17 éves lányával, bemutatott neki, és akkor elbeszélgettünk a régi időkről, és hát emlékezett rám, ez jól esett, ilyen előfordul. De hát egyébként nyilván annyira benne vagyok ebben a közegben, hogy nagyon nagy meglepetés nem ér. Mióta tanít? Én már nem tanítok. Nem, már régóta nem tanítok. Tanítottam általános iskolába, aztán zeneiskolába. Hát volt egy pár évtized, mely jó ideje nem. És akkor most hát a táncház, illetve a Táncház Egyesület ügyvezetője vagyok, ez a munkám. Ezen belül van a belső munkamegosztásban, ilyen grafikai dolgok, internetes dolgok, ilyesmivel foglalkozom egyébként. Fellépései sincsenek? Nem, én már nem szereplek, felhagytam az előadó művészettel. Hát ennek nem örülünk, de tudomásul vesszük. Én nagyon remélem, hogy azért még valamilyen ilyen öreg fiúk előadás még azért esetleg kicsalogatja a muzsikáló kedvét. Elképzelhető. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.